Jó napot kívánok, sziasztok! Ezért az Insigniáért jöttem, aminek ki van nyitva a motorház teteje rögtön. 2009 6. havi a jármű, 1.6-os benzines motor van benne, és összességében 59 000 km-t futott a jármű. Nézzünk utána, járjunk utána ezeknek a dolgoknak, illetve nézzük meg, hogy hogy indul, hogy működik és hogy viselkedik az úton a jármű, mert hogy ugye vissza fogjuk vinni ezt az autót az M3 autóparkba, ahonnan ez jött, és ahol fog ez értékesítődni, nem sokára remélhetőleg itt is lesztek a járműért. Ugye láthatólag sötét szürke metál színű az autó, én amit látok és mutattam is nektek, vadonatúj fékek, féktárcsák vannak rajta itt elől és hátul is mind a két részleten. Ez most vizsgára lett kicserélve, ugye, hogy a vizsgán minden rendben legyen. 59.374 kilométert futott az autó. Már is beindítom, mert hogy kinyitottuk a motorház tetejét, hogy azért nézegessük meg szerintem onnan előről is. Kiaudtak a kontrollámpák, és akkor már is ugye működik a kis masinánk. 115 lovas, 1.6-os benzinmotor van benne, ami tökéletesen üzemel, és rendben és karbantartottak, tehát megvan róla az összes számla és vizsgalapa. Az autónak a karbantartása és a vizsga időpontjéről és a kilométer óra állásokról. Így néz ki előről. Itt a Schulzbacher cégnél vették, itt is tartották karban ugye sokszor a járművet, de hordták máshova is. És nem csak az történt vele, hogy szervizelték, hanem a vezérlést is cserélték, mert ezt nem tudom, látjátok-e, de én látom, tehát 0,29, 3,85-nél cserélték a vezérlést is. Ennek itt van az ellendarabja, oda felragasztva a motorház tetőre. De miért cserélik ki? Ugye mindenki fölteszi a kérdést, hogy miért kell kicserélni akkor 29 ezernél, amikor nem akkor kell. De igenis sajnos akkor kell kicserélni, amikor az időt is vegyük figyelembe. Tehát amikor vezérlést cserélünk, akkor figyelembe vesszük az eltelt időt is. Tehát 10 éves korában cserélték a vezérlést az autón, akármennyi kilométer is van benne. Ez veletek is így történjen, vagy nálatok is a ti autótokkal. Tehát vezérlést cseréltek rajta, és végig karbantartott autó. Az akkumulátort azt most tették bele szintén, 6 hónapos akkumulátor van benne, erről is megvan a számla, ezt is meg tudom nektek majd mutatni. Eredeti üvegezése van, benne van az Opel jelek is, hogy 9-es, hogy 2009-ben gyártodott az üveg is. Teljesen korrekt és szép az autó kívülről. Na nézzük meg akkor a belsejét is, hogy mit kínálnak az Opel művek. Közben itt próbáltam a hőmérsékletet megmérni. Itt az utcán, mint látható, ez itt 37 felé ketyeg. Főleg, hogyha az autó karosszéria felé irányítom, mert hogy jó meleg van most már megint csak. Ezért is jött velünk Feri és Peti kollégám, mert itt szépen kényelmesen itt a hűvös autóba ücsörögnek, és jól érzik magukat benne. Tágas, kényelmes hely, fejtámlák, Isofix jelzések, és ugye légzsákok, mert hogy ugye függöny légzsákos is a jármű, nem csak elől és oldal légzsákos. Kényelmes fölfelé is, tehát hosszabb emberek is el fognak benne férni. Ja, és a csomagtartót nem jutottam ki, de jár a motornál nem engedi, úgyhogy óriási csomagterű, és van benne sízsák is, tehát le lehet nyitni. Az első utasok kényelméről szolgál, vagy legalábbis a vezetőiről ez a szék, többféle módon lehet állítgatni ugye az üléslapot, aztán elektromos segítséggel lehet emelni az egészet, és aztán van ilyen kis levegős rendszer benne, ez mind a fenekünket, mint pedig a derekunknál egy ilyen kis homorú, domború, nem homorú, hanem domború kis helyzetkép látható, ezt föl tudjuk pumpálni, és le is az levegőben működik különben. Nézzük meg a balkészről, mit kapunk. Azt mondja, hogy két darab elektromos ablak, elektromos tükör látható itt. Ezek működnek is benne, teszik a dolgukat rendesen. Azt mondja, hogy mit tudok még mutatni. A kormányunk az bőrbe vonatú kormány. Van benne tempomat, ugye, ezzel be tudjuk kapcsolni. Ott fönt meg, kipont itt a forcamérőnél, ugye megjelenik a tempomatjelzés. Van benne bordkompjúter, itt lehet nézegetni ugye a fogyasztásokat, egyebeket. 59.374 kilométert futott, üzemi hőfokon vagyunk, ez látható, és nem sok üzemanyagunk van, ezt látjátok az fönt, és egy jó kis acél kromozott díszítésű a óraegység,
itt a kormányban is van egy ilyen chrome díszítség, díszítés, az Opel jelzés is itt, és ugyanazokat látjuk, teljesen kulturáltan és szépen megdizájnolták. Elektromosan be tudjuk húzni a kéziféket, ugye, és meg is jelnek a műszerfalon, a kis P betű, felhajtható, tárlórekeszes középkonzol és pohártartó. Itt van velem koncertó a sok-sok papírra, itt van a szervizkönyve, itt van az összes számlája, például itt az akkumulátor számla, ez 2020-ban történt, ugye december 15-én. Itt van pedig az előző műszaki vizsgája, méghozzá szintén 49 000 kilométernél novemberben, tavaly novemberben volt benne 49 000 kilométer. Tehát végig visszakövethető. Ezt kicsit lejjebb veszük, mert ez nagyon intenzíven jön. De most már igen, működik benne a klíma. Meg is mérem nektek akkor, hogy itt mit lehet összehozni a kocsi belsejébe. Ugye nyomunk rá egy kis intenzitást, letekerjük itt a hőfokot, és akkor rámérünk ide a hőmérsékletre, hogy mit dolgozik nekünk ez a klíma. Egyelőre 13-at, majd még mindjárt lejjebb fog jönni. Akkor is meg fogom méregetni még egyszer, hogy felindultunk. Az autóban abszolút dohányzásmentes belsőt látok, tökéletes tiszta, és nem csak tiszta, nem kitisztított, hanem nem volt benne semmi. Digitális kijelzés ugye a klímája, mint látjátok, a gyári zene jól szól benne. Úgy, és akkor én szerintem be is fogom magam kötni, és akkor visszamegyünk vele. Innen a kormányra is tudjuk nyomni a zenét. Előbb indítottam már egyet, úgyhogy kézifék kienged. És akkor mehetünk visszafelé. A sebességváltója az egy 6 sebességes kéziváltó, ha esetleg nem mondtam volna. Így lehet szépen arrébb tologatni. Nagyon kis csendes különben. Benézzünk ide az utcába, és visszamegyünk a másik mellékutcába. Nagyon jó kis csendes helyek, itt lehet autózgatni, lehet beszélgetni, árnyasak a fák. Na hát most már azért összehoztunk valami kis klímát, mutattam nektek már is. Rendkívül hideg levegő jön most már onnan belülről. Tudom, látjátok-e? Úgyhogy most már nagyon szépen intenzíven hűti az autót. Kicsit azért kell járni a motornak. Úgyhogy senki nem fog benne megfőni, hanem gatyára vetközhet, mert le fogja magát hűsíteni itt a leizzadt a napon. Le fog száradni hamar. A szélvédőt mutattam, hogy eredeti gyári, és ugye nem kavicsos, nem repedezett semmi rajta. Intenzív fékezéskor az autó így meg is áll, mint ahogy látjátok. Meg is kell neki állni, hiszen ugye abszolút új fékek vannak rajta elő hátul. Újak, műszaki vizsgára fel volt készítve. Tehát jármű teljesen rendben van, minden szinten működő, képes, minden részegysége úgy működik, ahogy ezt megtervezték az Opel műveknél. Jó kis hajós élmény benne menni, tehát nem ilyen feszes, hanem olyan kellemesen dolgozik a lengéscsöpítő rúgók alatt. Nem egy sportautó, hanem tényleg egy kényelmes járgány, amiben hátra lehet dőlni, és jó sok kilométert meg lehet tenni, anélkül, hogy úgy szállnánk ki belőle a végén, hogy úristen, de jó, hogy kiszálltunk belőle. Nagyon jó, kellemes fel a kocsikázni. Tempomatot nem próbáltuk ki, de majd ha eljöttek, akkor azt is leteszteljük. Nem tudok, hogy bemenni ide, úgyhogy bemegyünk szembe. Szépen így. Ide kéne benéznetek szerintem, hogyha egy ilyen insigniát kerestek, ami egész ilyen kis korrekt állapotú keveset futott, igazolt kilométer futással, szuper hideg klímával,
a kereskedésünkben, ezt megtaláltátok, gyertek be hozzánk, nyomjatok egy ilyen kis jelet a videó végére. Köszönjük szépen nektek, hogy itt voltatok, gyertek be személyesen a viszontlátásra.